Milyen növények vannak nálam a balkonládákban? Bevallom, a balkonládák nem a szívem csücske, próbálom őket nagyon minimálra venni, egy dolog miatt, hogy ne kelljen annyi időt pepecselni velük hétközben. Azért, hogyha sok balkonládánk van, akkor a locsolással nagyon sok időt el lehet tölteni, ráadásul, hogyha olyan növényeket választunk, akkor még a karbantartás is időigényes szedegetni az elszáradt virágokat róla. Minden évben megfogadom, hogy nem lesz petúnia, mert nagyon sok vele a munka, viszont a petúniának az illata, a szerintem nyáron egy kertből elengedhetetlen. Viszont a többi ablakbalkonláda esetén nagyon minimálra veszem a figurát, és csak és kizárólag vinkákat telepítek bele. A vinka, vagy más néven a sivatagi rózsa nagyon jól bírja a déli ablakpárkányokat, nagyon jól bírja a tűző napsütést, és az se baj neki, ha egyébként elfelejtjük meglocsolni, kicsit összeszottyad, aztán ha újra vizet kap, teljesen kirúgja magát az eredeti állapotára. Na nekem pont ezért vannak vinkák az ablakokban. Ebben a júniusi időjárásban, ami most van, hetente egyszer szoktam őket meglocsolni, és vígan el vannak. A vinkával egyetlen egy gond van, amiben kompromisszumot kell kötnünk, az az, hogy a virágjaiból hihetetlen mennyiségű magot tud szórni. Ezek ilyen apró kicsi magok, olyan, mint a mákszem, a fehér ablakpárkányon nem mutat túl jól, viszont le lehet söpörni, és az se baj egyébként, ha bemegy a fű közé, mert ahogy én észrevettem, nem fog áttelelni, tehát nem fog nekünk a fű tele lenni jövőre kis vinkákkal. A kertben lévő nagyobb balkonládák esetén viszont én úgy szoktam csinálni, hogy vannak benne évelő növények, és vannak benne egynyáriak is. Bármilyen évelő növényt beleültettem, az megmaradt, most már nincsenek extrém hidegek télen, fel lehet turbózni ezeket a balkonládákat egy-két lilium beültetésével, vagy kardvirág beültetésével, és az üres helyeket szépen kipótolhatjuk egynyári növényekkel. Na de mutatom, hogy nálam hogy néznek ki a balkonládák a párkányokon, na meg azt is, hogy néznek ki a nagyobb balkonládák a kertben. Idén sem tudtam ellenállni a petúniának, sajnos egyszerűen annyira jól néznek ki, hogy nem lehet kihagyni. Na, de a többi ablakba tényleg vinkák mentek, háromféle különböző színben, nagyon jól néznek ki, 5 darabban egy ilyen kisebb balkonládába beültetve, a nagyobb balkonládákban meg, mint látható, vannak kardvirágok és egynyári virágok, egyes balkonládákban pedig évelő virágok vannak és liliumok. Ezek gyönyörű szép ázsiai liliumok, hatalmasak és hihetetlen illatuk is van egyébként. Az ilyen évelő virágokkal beültetett balkolládák esetén nekem egy célom van, hogy minél színesebb legyen az adott balkolláda, valamint nagyon jó térelválasztó funkcióval is rendelkezik, el lehet szeparálni különböző részeket a kertben, és kis meghitt zugokat lehet kialakítani, itt például ez a kiülős rész ilyen.